Kitörési pont. Újabb 8 szabolcsi településen segítik a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását. Bántalmazás. Nőtt a kapcsolati erőszakhoz tartozó bejelentett bűncselekmények száma a megyében. Megyei Prima díj. Idén 14. alkalommal díjazták a megye kiválóságait. Újabb településeken segítik úgynevezett komplex telepprogrammal a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását a megyében. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az együttműködési program célja, hogy még több a helyi igényeknek megfelelő képzési és munkavállalási lehetőséghez jussanak a szegregált lakókörnyezetben, mély szegénységben élő emberek. Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásának helyszíne volt pénteken a Mátészalkai Innovációs Oktatási és Közösségi Központ. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság és a megye 8 települése, így Bökön, Eperjeske, Mételek, Milota, Pirice, Porcsalma, Szatmárcseke és Tarpa azért fogott össze, hogy az ezeken a helyeken élő telepszerű lakhatásban érintettekkel egy képzési palettát alakítsanak ki és indítsanak el, azért, hogy bővüljenek munkavállalási lehetőségeik, biztos megélhetéshez jussanak és kitörjenek a szegénységből. Alapvetően mi a munkaerőpiaci szempontból közelítjük meg ezeket a kérdésköröket. A fő célunk az az, hogy olyan képzést, olyan tudást szerezzenek az emberek, az ott élő emberek, amellyel el tudnak helyezkedni a munka világában, és azzal, hogy elhelyezkednek, elkezdenek a saját lakhatási helyzetükön javításokat generálni. Bár én most csak a képzéseket emeltem ki, de a nevéből is ered a program, az egy komplex programot jelent, hiszen a képzés mellett oktatás, foglalkoztatást elősegítő intézkedések, lakhatási program és közösségfejlesztési intézkedéseket is tartalmaz. A komplex teleprogramnak köszönhetően 430 hátrányos helyzetű ember szerezhet olyan tudást, amelyel könnyebben elhelyezkedhet a munkaerőpiacon. Népszerűségét mutatja, hogy az idő, tér és eszközbeli korlátok miatt sok jelentkezőt most nem tudtak bevonni a végrehajtásba, amelyet egyébként néhány településen már elkezdtek pár hónapja. Az országban 92, a megyében pedig 20 helyen zajlik a várhatóan 2020 végén vagy 21 első felében befejeződő uniós program. Ebből 41 esetében vállalt szakmai szerepet a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, amely ezzel közel 6000 mély szegénységben élő képzését bonyolítja. Hétfőn kezdődött Nyíregyházán a karácsonyi ajándékcsomagok kézbesítése. A város önkormányzata 2013 óta ajándékozza meg a nyugdíjasokat. Idén azonban egy rendeletmódosítás értelmében már a 65 év alatti, de a jogosultsági feltételeknek megfelelő időskorúak is kapnak csomagot. Ennek értéke 2500 forint. A megyeszékhelyen idén több mint 24 ezer fő jogosult az ajándékcsomagra. Nyíregyháza önkormányzata ezek beszerzésére és kézbesítésére idén több mint 85 millió forint. Fordít. A Magyar Posta a csomagokat december 23-áig maximum 2 alkalommal próbálja meg kézbesíteni, amennyiben nem sikerül, a polgármesteri hivatalban személyesen átvehetik a jogosultak. Nagyon kedves, pozitív visszajelzések érkeznek a nyugdíjasoktól, mennyire örülnek annak, hogy a városvezetés, az önkormányzat gondolt rájuk, és milyen jól esik az a levél is, amit a csomaggal együtt kapnak, meg hát természetesen az ajándék, ami a csomag tartalmát illet, az idősügyi tanács ajánlása alapján rakjuk össze. Ők tudják a legjobban, én azt gondolom, hogy az idősek minek örülnének a legjobban. Erre törekszünk, hogy ez így legyen. Nőtt a kapcsolati erőszakhoz tartozó bejelentett bűncselekmények száma az elmúlt 3 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez a statisztika azt mutatja, hogy a nők egyre inkább mernek segítséget kérni a hatóságtól, nem kifejezetten azt jelzi, hogy nőtt volna a bántalmazások száma. Fontos kiemelni, hogy az erőszak lehet verbális, gazdasági és szexuális, nem csak a fizikai erőszakot lehet bejelenteni a rendőrségnél. November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Ennek jelképe a fehér szalag, amelyet mindenki viselt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság rendezvényén.
A szakemberek már harmadik éve találkoznak ezen a napon, hogy erről a kiemelt jelentőségű témáról egyeztessenek. Idén főleg a kapcsolati erőszak kezeléséről és megelőzéséről beszéltek az előadók. Miközben a regisztrált bűncselekmények száma évről évre látványosan csökken, a kapcsolati erőszakhoz tartozó bűncselekmények száma azonban nő. A feltételezésünk szerint ez nem azt jelenti, hogy több ilyen bűncselekmény valósul meg, hanem inkább azt, hogy azok a nők, akiket bántalmaznak, azok bátrabban fordulnak a hatósághoz, sokkal inkább kérjük a segítségét. Mi egyébként erre is buzdítunk mindenkit. Az országos főkapitányságnak van egy kezdeményezése, a Csend a leghangosabb sikoly kezdeményezési kampánya, ebbe illeszkedik a mi rendezvényünk is. Úgyhogy mindenkit arra szeretnénk kérni, hogy akinek tudomása van ilyen jellegű atrocitásról, cselekményről, bűncselekményről, aki főleg ha valaki ennek a sértetje, az igenis forduljon a rendőrséghez, a hatóságokhoz, és kérjen segítséget, és hiszen senkit nem hagyunk egyedül. A kapcsolati és családon belüli erőszakról sokan még mindig azt gondolják, hogy ez magánügy, ezért nem kérik a hatóságok segítségét. Az elmúlt időszakban azonban egy pozitív változást tapasztal a rendőrség, egyre többen kérnek segítséget tőlük, közölte Kovács Attila. Ez talán annak is köszönhető, hogy az elmúlt években egyre több nő a médián keresztül is felvállalta a saját történetét, ezzel is példát mutatva azoknak, akik csendben tűrik az erőszakos otthoni viselkedést. Fontos kiemelni, hogy az erőszak lehet verbális, gazdasági és szexuális. Nem csak a fizikai erőszakot lehet bejelenteni a rendőrségnél, például a fenyegetés és az online zaklatás is bántalmazásnak számít. Bár a családon belüli bántalmazás sok esetben a nők ellen irányul, a gyermekek is sérülnek ezáltal. A szakemberek a különböző rizikófaktorokra is figyelnek, ha gyermekekről van szó. Nagyon sokszor figyelmen kívül hagyjuk például a gyermeknek valamilyen betegségét, azt, hogy koraszülött a gyermek, kis súllyal születik, 3 éven aluli gyermekeknél sokkal gyakrabban fordul elő családon belüli erőszak. Megfeledkezünk a csecsemőnek a megrázásáról például, hiszen azt nem tekintjük olyan klasszikus értelemben vett bántalmazásnak. A szakember tapasztalata, hogy a szülők sokszor szégyellik, ha valamilyen erőszak történik a családban, legtöbbször akkor jelentkeznek, amikor már túl vannak például egy válláson, akkor a nők bátrabban és nyíltabban kérnek segítséget. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat már 14 éve működik, a nap 24 órájában elérhető ez a segélyvonal. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatain segítenek, jelenleg országos szinten 292 férőhelyen tudják őket fogadni. Együtt működnek az ország 20 krízis központjával, itt legfeljebb 8 hetet tölthetnek az áldozatok, illetve a 8 titkos menedékházzal is, ahol maximum 6 hónapon át biztosítanak ellátást. Ezek mellett 21 félutas kiléptetőház és 7 kríziskezelő ambulancia is az érintettek rendelkezésére áll. A kapcsolati erőszak visszaszorítása érdekében ettől az évtől Kapcsolj Egyből néven egy telefonos applikáció is működik. 14. alkalommal osztotta ki a megyei Prima díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A rangos elismerés 10 kategória jelöltjei közül azoknak ítélik oda, akik saját területükön kiemelkedő és értékes munkát végeznek. Idén a 3 fődíj mellett a szokásostól eltérően 2 külön díjat is kiosztottak. Ünnepi hangulatban több száz vendég és korábbi díjazott közösen várta az idei Prima díjkiosztó gáláját pénteken a Megyeháza dísztermében. A ceremónia a szokásokhoz híven filmvetítésekkel kezdődött, így a közönség megismerkedhetett a díjra jelöltekkel és az ő munkásságukkal, vagyis azokkal a kiválóságokkal, akikkel együtt éljük az életünket. Gyakran beszélünk a múltról és a jövőről is, kiváló emberek, akik valaha éltek, és felnézünk rájuk, és azt is el szoktuk mondani, hogy a jövőnek dolgozunk. De hát mi itt a mából élünk, és gyakran elfeledkezünk szerintem azokról a kiválóságokról, akikkel együtt éljük az életünket. Ennek a díjnak az a jelentősége, hogy mi most a ma élő legkiválóbbakat díjazzuk, és ezáltal egyrészt megerősítjük őket, hogy az a tevékenység, amit végeznek, az kiváló, másrészt inspirációt adunk másoknak, hogy ők is a saját területükön próbálják a legjobbat tenni.
A 14. alkalommal odaítélt prímadíjak célja, hogy megőrizzék a megye értelmiség és szellem helyi eredményeit, erősítsék a kisebb társadalmi egységek összetartozását és elősegítsék a fejlődésüket. Idén is 10 kategória jelöltjei közül kellett kiválasztania a kuratóriumnak a megyei díjazottakat. Van egy elég szigorú szabályzatunk, de most mi ezt egy kicsit áthágtuk. Az a szabályzat, hogy 3 prímadíjas lehet 1-1 millió forinttal, és külön díjat az 2-t adhatunk át 250 ezer forinttal, vagy 500 ezer forinttal. Eddig minden évben mi egy jelöltnek adtunk át külön díjat. Most olyan vita alakul ki a társadalmi kuratóriumban, hogy az a döntés született, hogy felezzük meg azt a 500 ezer forintot, és 2 jelöltnek adjuk át. Minden évben adott át eddig a város és a megye is egy külön díjat. Most társult a kormányhivatal is, így már 18 ugye, személy lett, és hál' Istennek még kaptunk 2 másik felajánlást is, ugye a Kerekeselektől, illetve a Csekő Balástól, így most tulajdonképpen minden jelölt díjat is kapott. A 3 fődíjat Balázs Tibor építész, Balogh Géza újságíró és a nemrégiben professzorrá kinevezett Szepesi Béla grafikus művész vehette át. Nehéz most frissen díjazottként megszólalni, de azt hiszem, hogy ilyenkor valahogy az ember egy kicsit visszatekint, hogy ez végül is egy ilyen 30-40 évnek az eredménye, és azt, hogy az ember próbált folyamatosan dolgozni. Ugye itt Nyíregyházán születtem, itt jártam az iskoláimat, a Besenyei Győr Tanárképző Főiskolát, és hát gyakorlatilag 4 évet dolgoztam máshol nagyhalászban, végig itt Nyíregyházán nyomtam a munkát, lehet így mondani, és arra szolgattam felfele azon a bizonyos ranglétrán, tehát végigcsináltam mindent, az utamat megjártam, mondhatni, utalva a Biblia idézetre, de még nem harcoltam meg mindent. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a folyamatos építkezésnek, a folyamatos munkának az eredménye ez, és hát az, hogy minden nap valamit tenni kell érte. A Prima díj kiosztón a Vállalkozók Országos Szövetsége és Szabolcsi Szervezete az év megyei vállalkozóit is kitüntette. A 2 Prima külön díjat pedig Olá András író, költő és Kis Kálmán a Lubi Társaság elnöke kapta. Teljesen jól kormányozni nem lehet. Minden döntésnek van előnye és hátránya, hangzott el Sárkozy Tamás előadásán hétfőn a Nyíregyházi Városháza dísztermében. Az előadáson nem csak közgazdászok és jogászok vettek részt, hanem olyan szakemberek is, akik érdeklődnek a politika és a kormányzástan, mint új fogalom iránt. Az egyetemi tanár kiemelte, az ország adottságai is meghatározzák, hogy egy kormányzás mit tehet az állam sikeres vezetése érdekében. Egy dolog biztos szokták mondani, a halál, más nem. Tehát hosszú távon mi várható, ugye Magyarország egy kényes helyzetben van, mert kelet és nyugat között van, egy borzasztóan nyitott gazdasággal, tulajdonképpen nyersanyagkincsünk nem nagyon van. Amink van, az a szürke állomány, amellyel ugye időnként jól, időnként rosszul élünk. Egy év után ismét koncertet adott az Alma zenekar vasárnap a Continental Arénában. A műsorban az áthangszerelt dalok mellett új szerzemények is helyet kaptak. A csarnokban nem csak a gyerekek, szüleik is jó szórakozhattak a környezetvédelmet is hirdető zenekar műsorán. Így mozgatta meg a nyíregyházi gyerekeket az Alma zenekar vasárnap kora délután. A koncertet ezúttal is a Continental Arénában tartották. Tavaly egy új felállással érkezett az együttes, azóta a 3 fiú még jobban megtalálta az összhangot, úgy fogalmaztak, maximálisan összeért a zenekar. Készülünk egy nagy országos roadshowra, környezetvédelmi roadshowra. Készülünk megújítani a teljes repertoárunkat is, meg hát most jönnek a téli koncertek. Ugye ebbe is belekerülnek nagyon sok, vagy belekerült nagyon sok olyan dal, amely a Mikulás bácsiról szól, a karácsonyról szól, és egyáltalán a télről szól. Az új felállás csak részben volt új. András a billentyűs teljesen új tagként csatlakozott a zenekarhoz, azonban Alex a basszusgitáros a korábbi években már volt az együttes tagja. Így nem volt nehéz újra magára ölteni az Alma stílust. Én gyakorlatilag olyan 5 éves koromban leragadtam annál a szellemi szintnél, úgyhogy inkább nekem egy indok kellett, amire ráfoghattam, hogy miért viselkedem így. Úgyhogy nekem ez egy ilyen nagyon praktikus dolog volt. Próbálok egy olyan arányt állítani fel az életemben,
hogy a szórakozás is meglegyen benne, a művészeti tevékenység is. Az alma nagyon sok elfoglaltságot jelent, hála Istennek, ezért inkább amellé próbálok egy-egy olyan fellépést szervezni, illetve olyan zenekarokhoz csatlakozni, ha csak alkalmilag is, ami egy kis változatosságot jelent az életembe, de én nagyon örülök neki, hogy ez a fő csapás irány. A fiúk még többet mesélnek, és a koncertből részleteket láthatnak a péntek esti Weekend című műsorunkban. Az év csapata a Fátum Nyíregyháza, az év férfi sportolója a diszkoszvető Szikszai Róbert, az év női sportolója a karatés Berencsi Tímea, az év parasportolója pedig a vívó Tarjányi István lett Nyíregyházán. Az esztendő legjobbjai a hagyományos sportgálán vehették át az elismeréseket hétfőn a Continental Arénában. Már hagyomány, hogy november végén rendezik meg a megyeszékhelyen azt a sportgálát, amelyen az adott esztendő legjobbjai díjazzák. Hétfő délután a Continental Arénában vehették át az elismeréseket a nemzetközi és hazai versenyeken legjobban teljesítő sportolók és csapatok. Kovács Ferenc polgármester beszédében kiemelte, az infrastruktúrális háttér biztosított és a fejlesztések is segítik a sportolókat. Tavaly átadták a jégpályát, jövőre az úszodát, 2021-ben pedig elkészül az atlétikai centrum is. Hozzátette, a helyi sportolók a város jó hírnevét tovább erősítik. A sportgála díjátadó ünnepségen értékeljük az egész évet, azokat a verseny utánpótlás diák sportban elért eredményeket, amelyek nem csak egyéni teljesítmények, tudjuk, minden mögött egy csapat is van. Itt nagyon sok az anyagi infrastruktúra és háttért is beleértve, és legfontosabb az együttműködés, és akik az eredményeket elérik, nem csak maguknak, saját sportágoknak, hanem városunknak is, áttételesen jó hírnevét viszik, illetve az eredményességét növelik. Erről is szól ez a sportgála. Az idei évben a legjobb férfi sportolónak az Univerziádén 5. helyen végző diszkoszvető Szikszai Róbertet, a legjobb női sportolónak az Európa bajnoki 5. karatés Berencsi Tímeát, a legjobb csapatnak pedig a kupagyőztes, bajnoki ezüstérmes Fátum Nyíregyházát választották a szakemberek. Az év felfedezettje a súlylökésben bajnoki címet szerző Tóth Balázs, az év extrém sportolója pedig az ultrafutó Belus Tamás lett. Az év parasportolója cím a csapatban világbajnoki 8. kerekesszékes vívó Tarjányi István birtokába került. Nagyon boldog vagyok, és köszönöm szépen előre is. Nagyon örülök, hogy tavaly is megkaptam, és idén is megkapom ezt a díjat. Ez óriási megtiszteltetés számomra, hogy a város ennyire gondol rám. Szerencsére nagyon jó évet zárok. Idén világkupákon 3 érmet szereztem, éppen most legutóbb Amsterdamban egy ezüstöt sikerült szereznem. Döntőben egy kicsit kikaptam, majdnem sikerült az aranyérem, nagyon büszke vagyok rá. A gálán több éves munkásságának elismeréseként díjat kapott Gyula Sándor úszóedző, valamint a sportágak és a Nyíregyházi Sportcentrum is díjazta a legjobban teljesítőket, és 3 nyugdíjba vonuló testnevelő munkáját is megköszönték a rendezvényen. Korábbi élvonalbeli labdarúgók, volt válogatott futballisták is pályára lépnek azon a tornán, amelyet a hétvégén rendeznek az újfehértói szabadidőközpontban. A 3 napos tornára Ukrajnából, Szlovákiából és Romániából is érkeznek 35 év feletti játékosokból álló csapatok. Az őszi szezon végeztével elkezdődnek a teremfoci tornák, amelyek gyakorlatilag a tavaszi szezon kezdetéig tartanak. Az öreg fiúk tornák népszerűek a szurkolók körében, mivel korábbi kedvenceket láthatnak újra játszani. Újfehértón a hétvégén 3. alkalommal lép pályára 24 csapat a Diego kupáért. A 35 év feletti játékosokat felvonultató együttesek mérkőzéseit ezúttal 3 napon keresztül élvezhetik az érdeklődők. Abban változtatunk, hogy nem 2 napos, hanem 3 napos lesz a torna, mert a döntő az utolsó napon nagyon hosszúra elnyúlt, és ugyebár már 35 év felett már nem olyan frissek a fiúk, úgyhogy ezért 3 naposra terveztük. Első 2 nap csoportmérkőzések, vasárnap elsőjén pedig egyenes kieséses szakasz. A megyéből érkeznek csapatok elsősorban, de Hajdú-Bihar megyéből, Borsod megyéből, illetve Budapestről is érkezik hozzánk, illetve határon túlról, Szlovákia, Ukrajna és Romániából. A szurkolók többek között Dombi Tibort, Szatke Zoltánt, Igor Bogdanovicsot és Orosz Pétert is láthatják a pályán. A torna összdíjazása 180 ezer forint, az első 4 helyezett mellett a legjobb játékos, a legjobb kapus és a gólkirály is külön díjban részesül.
Kisvárdai győzelemmel zárult a labdarúgó NB1 13. fordulójának keleti rangadója. Dajka László együttese Kravcsenko góljával 1-0-ra verte a Debrecent. A tabella 7. helyén álló Kisvárda szombaton a Budapest Honvéd együttesét fogadja. Hosszabbítás után szerezte meg sorozatban a 7. győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az 5 perces ráadás követően 94-84-re nyertek Nagykőrösön. A nyíregyháziak kedden 17 órai kezdettel a HEP kupa mérkőzésen a MEAFC Miskolc csapatát fogadják a Continental Arénában. Most pedig nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Újabb 8 településen segítik úgynevezett komplex teleprogrammal a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását a megyében. A cél, hogy még több a helyi igényeknek megfelelő képzés és munkavállalási lehetőséghez jussanak a szegregált lakókörnyezetben, mély szegénységben élő emberek. Ezzel pedig ki tudjanak törni a szegénységből. November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Ennek jelképe a fehér szalag, amelyet mindenki viselt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság hétfői rendezvényén. Az elmúlt 3 évben nőtt a kapcsolati erőszakhoz tartozó bejelentett bűncselekmények száma Szabolcs megyében. Ez a statisztika azt mutatja, hogy a nők egyre inkább mernek segítséget kérni a hatóságtól. Nem kifejezetten azt jelzi, hogy nőtt volna a bántalmazások száma. Idén is díjazták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiválóságait a megyei Prima Gálán. A rangos elismerés 10 kategória jelöltjei közül azoknak ítélik oda, akik saját területükön kiemelkedő és értékes munkát végeznek, illetve gazdagítják a megye kulturális, tudományos és építészeti értékeit. Az idei 14. alkalommal megrendezett gálán Balázs Tibor építész, Balogh Géza újságíró és a nemrégiben professzorrá kinevezett Szepesi Béla grafikus művész vehette át a megyei Prima díjat. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 25-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Hétfőn gyengén és közepesen felhős időszakok és területek váltakoznak, éjszaka párássá válik a levegő, ködés képződhet. Csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 fok körül alakul. Kedd estig közepesen felhős idő várható, a köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 fok körül alakul. A hét közepén országszerte sok lesz a felhő, többfelé jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Pénteken és szombaton átmenetileg kisüthet a nap, de tovább hűl az idő.